Magyar bajnokságon vettek részt az elmúlt hónapban a városunk kickboxosai. Szeretettel köszöntöm stúdiumban Girdán Miklóst, és rögtön az a kérdésem, hogy 4 versenyzővel indultatok, mik mind a 4-en érmet szereztek, de miért csak 4 versenyzővel? Szerencsétlenül jött össze nekünk ez a ugye, versenyen való részvétel. Itt húzó versenyzők pont érettségiznek, ők ugye versenyelőtt már 2 hónappal nem is igazán tudtak felkészülni és edzeni. Ilyen például Kovács György, Szuromi Hajnalka. Van olyan versenyzőm, ugye, aki a továbbtanulás miatt az évvégén nagyon meg kellett hajtania, ilyen a Csáti Tamás. Illetve a kicsik közül is van néhány olyan versenyzőm, akiket a járvány kapta el pont ebbe az időszakba, így hát így alakult, hogy csak 4 embert tudtunk elvinni. De ez a 4 ember remekül szerepelt, 1 aranyérem és 3 ezüstérem, elnézést, tehát 3 ezüstérem és 1 aranyérem a csapatnak a mérlege. Pontosan kik és hogyan szerepeltek? Úgy gondolom, mindenki ismét megtette, amit tud. Kezdeném az ezüstérmekkel. Tehát Kis Alexandra szerzett ezüstérmet 50 kg-ban. Első versenye volt, tehát első ilyen sparringokon volt már, de ilyen első éles versenye volt, ami ugye itt magyar bajnokság. Ő bekerült a döntőbe, ott a döntőbe sajnos elvesztette a mérkőzést, tehát ezért lett ezüstérem, de nála közben előfordult, tehát a verseny előfordult egy kis elírás, tehát őt besorsolták felnőtt kategóriába, és egy juniorról van szó, tehát ő rá akkora nyomás terhelődött, hogy az nagyon megviselte. Ugye átírattuk, átsorsoltattuk, de mégis egész napra rányomta a bélyegét, tehát ő így ezüstérmes lett, de mindent megtett függetlenül. Aztán Edély Ferenc szintén ezüstérmet hozott, ő ugye volt már néhány versenyen, ő egy pluszos ember, tehát plusz 94 kilóba versenyzett, tehát elég jó kötés, elég nagy darab versenyző, viszont a döntőben egy nála még nagyobb versenyzőt fogott ki, nem gondoltam, hogy lesz még nála is nagyobb. Ő úgy vesztette el a döntőt, illetve Somogyi Dávid vesztette el a döntőt egy... Én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes pontozással, tehát nem biztos, hogy egyet értettünk vele, de hát a bíró szava szent és sérthetetlen, tehát el kellett, hogy fogadjuk. Érdekes, ne arra, hogy szabadba vágok, érdekes, hogy azt mondod, hogy elvesztette a döntőt, nem pedig azt, hogy nyert egy ezüstérmet. Te így érted meg ezt a 3 ezüstérmet? A döntőt elvesztette, és így nyert egy ezüstérmet. Tehát én elmondtam már az elején, hogy én mindig azt mondom engem, nem is biztos, hogy érdekel a helyezés, csak mindenki tegyen meg mindent azért, amit elér. Tehát nem, egyáltalán nem így érem meg. Én nagyon örülök az ezüstérmüknek. Az szokott bosszantó lenni, mondjuk itt a Dávid esetében is, az szokott bosszantó lenni, hogyha úgy érezzük, hogy elvesznek tőle egy első helyezést. Viszont volt egy bravúros első helyezettetek. Igen, a Varga Péter személyében. Varga Péter végigverte a mezőnyt. Bár az első mérkőzésén az volt a legnehezebb neki, tehát ott hosszabbítás is volt, hosszabbítással tudott nyerni, úgy látszik, be kell neki melegedni, viszont a döntőt hatalmasan bravúrral nyerte meg, tehát nagyon nagy fölénnyel. Ismertétek az ellenfelet korábbról? A döntőbeli ellenfelét? Nem ismertem, egyik ellenfelét sem ismertem, mert Péter súlycsoportot és korosztályt is váltott. Uh-huh. Meg voltál elégedve ezzel a 4 versenyzővel. Végül is minden 4-en érmet szereztek. Igen. A bajnokságot tekintően milyen volt a mezőny és milyen színvonalú volt a korábbi évekre visszatekintve? Én úgy gondolom, hogy szerintem, tehát ennél a szervezetnél szerintem ez volt a leghúzósabb magyar bajnokság az elmúlt 3-4 évben. Tehát 300 fölötti versenyző volt, tehát 300 fölötti létszám volt a versenyen. És ugye olyan egyesületekkel is találkoztunk, akikkel nem nagyon szoktunk ilyen versenyeken találkozni. Tehát ezért is sajnálom, hogy nem tudtam elvinni az egész versenygárdát, mert jó felmérés lett volna. Említettük ugye a versenyzői gárdából kimaradtakat, közülük van egy olyan versenyző, aki tulajdonképpen már hetek, hónapok óta készül egy profi mérkőzésre. Már beszéltünk is róla itt a stúdiónkban, és valahogy ez a profi mérkőzés eddig nem jött össze. Miért, mi az oka? Igen, a Kovács György. Egyébként most, mint mondtam, le is állt az edzéssel az érettségi miatt. Sajnos nem jött össze, tehát itt ugye nem találtunk annyi támogatót, hogy ugye meg tudjunk indulni a verseny szervezésében. Tehát itt ugye nagyon súlyos költségei vannak ennek a versenynek. Nem tettünk el róla, tehát a szövetségi engedély ebben az évben mindenképpen megvan.
Tehát ebben az évben, ezt december 31-ig mindenképp lejátszható ez a mérkőzés. Aztán a jövő évben majd meglátjuk, hogy lejátszható-e, de azért szeretnénk még idén ezt ugye valahogy, valamilyen úton, módon tető alá hozni. Arról szó, ugye először, hogy Debrecenben lesz, aztán jött egy olyan ötlet, hogy Debrecenből kihoznátok ide Püspökladányba, de valahogy egyik helyszínen sem jött össze. Mindenképp Püspökladányba akarjuk. Mindenképp Püspökladányba akarjuk, ráadásul ugye más ladányi embereket is szeretnénk megmérkőztetni. Tehát a vezetőedzőnk Debrecenben valószínűleg meg tudná szervezni ezt a mérkőzést. Tehát ott lenne elég támogató hozzá, hogy meg tudjon indulni, tehát a szervezésben. De mindenképp ide akarjuk hozni. Mekkora költség eljárni ezt? Hiszen gondolom itt egy terembérleti díjat, a csarnoknak a bérleti díját kellene kifizetni. Gondolom itt felszerelést kellene ide szállítani, fölállítani, mérkőzésvezetőknek a díjazás, és gondolom az is egy megszabott dolog. Tehát körülbelül mekkora költségvetéssel bírna ez egy ilyen verseny? Hát kezdjük összeszámolni. Tehát a ringbérlés és ide szállítás az 200 000 forint. Hogy a terembérleti díj, ugye úgymond 5000 forint óránként, de ugye arra napra biztos, hogy ki kellene bérelni, plusz ugye a takarítás. Hogy itt fizetnünk kell egy ringorvost, fizetnünk kell a bírókat, ugye a mérkőzésvezetőt, a bírói költségeket ki kell fizetni, és akkor még semmink nincs. Akkor ki kell fizetnünk az ellenfeleknek az időosztatását az edzőjével együtt, ki kell fizetnünk a meccspénzeket, tehát itt lassan már 1 milliónál tartunk. Tehát akkor komoly összegről van Nagyon szó. Nagyon komoly összegről van szó, igen. Gondolom azért próbáltatok utána járni vállalkozóknál. Milyen válaszokat kaptatok? Leginkább nemleges választ kaptunk, úgy, hogy most nem. Ez, hogy most nem, ebben benne van esetleg az, hogy bizakodóak vagytok? Inkább úgy teszem fel a kérdését. Mindenképp bizakodóak vagyunk, mert tehát nem akarunk letenni róla, és ezt csak így tudjuk csinálni, hogy bizakodóak vagyunk. Reméljük, hogy ígéreteket kaptunk rá, reméljük, hogy be is fogják váltani. Ezen kívül milyen versenyedek lesznek még? Lesz-e még ilyen rangos versenyedek, mint ami most volt Baján, amiről beszéltünk? Nyár előtt már nem nagyon lesz, tehát nyár előtt már sparingok lesznek, illetve gálamérkőzések, tehát kuparendszerű mérkőzések már most nyár előtt nem lesznek. Ugye nyáron lesz edzőtáboroztatásunk, többfajta is, tehát ugye egy uniós boxtábort is elnyertünk. Többfajta is, és szeptemberben kezdődnek el újra a kupa mérkőzések. Mit jelent ez az uniós boxtábor? Hát Erzsébet tábor, itt ugye meg kellett pályáznunk, minden csapatból 5 emberre lehetett pályázni, és ezért megpályáztuk a Püspökladányi, illetve a Sárét-Udvai szakosztály is. Itt ugye ez augusztus végén fog megrendezésre kerülni, és ugye a boxtábornak a két táborvezető, egyik ugye a Kokó Kovács István, a másik pedig az Erdei Zsolt lesz. És itt Püspökladányban lesz? Nem Püspökladány, mert Zánkán lesz. Ja, Zánkán lesz, és akkor oda fogtok majd utazni. Így van. Ki az a néhány verseny, aki megy Püspökladányból? Ugye itt valamennyire behatárolja a dolgokat, hogy itt tehát korosztály, tehát 18-en alult kell vinni, illetve 6 éven felülit. Ugye a szülők anyagi helyzete is meghatározza, mivel hogy Erzsébet táborról van szó. Hogy itt Valga Péter még éppen belecsúszott, Csáti Tamás, Csáti Dávid, Kurusz Péter, illetve Szilágyi Viktória. Tehát ez az utazó öt. Igen, ő lesz az utazó. Plusz ugye én, mint edző. Igen. Igen. Akkor a versenyérőszaknak tulajdonképpen ezzel vége van. Hát ugye? Igen, most így nyár előtt, igen. Készültök a következő idényre, és hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a profi mérkőzéssel. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdiumban, Miki, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.